Ha az uniós operatív programok keretén belül sikerül a balatoni fejlesztési programot megvalósítani, akkor nem emel kifogást a támogatások ellen Brüsszel, számolt be Dányi Gábor a Balatonfejlesztési Tanács legutóbbi ülésén Siófokon az Európai Bizottsággal folytatott legfrissebb tárgyalások eredményéről. Az Európai Bizottság szakembereinek nincsenek aggályai a 300 milliárd forintos Balatonfejlesztési keret felhasználásával kapcsolatban. Ahhoz azonban ragaszkodnak, hogy az egyes fejlesztéseknek összhangban kell lenniük a 2014-2020 közötti támogatási ciklusra egyszer már elfogadott országos uniós programokkal. A közlekedési projektek tekintetében is szép eredményre tudtam beszámolni. Van, ahol már támogatási szerződések vannak a kedvezményezett és az irányíthatóság között, tehát a támogató minisztérium között, és vannak már lefutatott közbeszerzések is, most már a munkák kezdése sincsen túl távol. A környezetvédelmi projektek tekintetében a szennyvízkezelés az kifejezetten jól áll. A szennyvíz projektek tekintetében ez a 2,2 milliárd forintos keret, ami arra szolgált volna, hogy a Balaton környéki települések szennyvíz problémáit rendezze, ez valószínűleg többszörösen túl lesz egyezve, és túl lesz teljesítve. A vízvédelemmel és vízkotlással kapcsolatos kérdéseket azt még egyeztetni kell a bizottsággal, ott még van munka. Alapvetően itt az iszap elhelyezés és kotlási kérdéseket kell rendezni, de ott sem állunk nagyon rosszul. Dr. Bóka István a tanácselnöke megegyezte, hogy jobb lett volna a 300 milliárdra új, önálló balatoni programot elfogadni, de erre nincsen lehetőség. Az azonban szerinte lehetséges, hogy az egyes alfejezetekre szánt pénzek között a beérkező igényeknek megfelelően átcsoportosítások történjenek. Hangsúlyozta, a lényeg az, hogy életképes programok kellenek a balatoni források megszerzéséhez. Egy-egy területre az eredetileg tervezetnél több is juthat az átcsoportosítások révén. Annyi már szinte bizonyos, hogy a gazdaságfejlesztési és a vidékfejlesztési program forrásaiból többet is el tud hozni a kiemelt üdülőrégió, mint amit eredetileg nevesített a balatoni program. Az operatív programos fejlesztések ugyan 70-80%-ban lefedik a balatoni koncepciót és stratégiát, de nem 100%-os mértékben nyilvánvalóan. Tehát a keret az adott, az operatív program, amely elfogadásra került, leegyeztetésre került Brüsszellel, és ezen operatív program keretein belül került meghatározásra a balatoni program többi 280 milliárd forintos uniós forrásból, aminek egy részét a kormány, egy részét pedig az unió biztosítja, tehát a operatív program körén kívül uniós forrásból fejlesztés az nagyon nehezen tud működni, ahhoz operatív programot kellene módosítani. Füleki Zsolt a miniszterelnökség építészeti és építésügyi helyettes államtitkára tájékoztatást adott a területét érintő jogszabályi változásokról. Beszélt arról a kormányzati szándékról, hogy külön főépítésze legyen a Balaton régiónak. Az ülésen többen aggályukat fejezték ki a zárkerti ingatlanok beépíthetőségét 3-ról 10%-ra emelő, hamarosan megjelenő jogszabály miatt. A 10%-os beépíthetőség bevezetése nem lesz kötelező, a helyi önkormányzatok döntésén múlik, csak egy lehetőség lesz azoknak, akik úgy ítélik meg, hogy ez a településük érdeke.